Nem, azért nem akarom, hogy elmond nekem, mert akkor nem lesz spontán. És ennek a kis produkciónak a legnagyobb előnye az, hogy spontán, hiszen éppen beugrottam hazafelé menet, megnézni, hogy hogy állunk a Porsche-val. Hát egyre széjjelebb megy, Zoltán. Mesélj, mi történt? Sziasztok! Hát igen... Bocsánat. Erős kezdés után nagy vicces. Aki nem tudná, az nézze meg az első részt, majd ide belinkelem. Igen, ez a Dubai 2. Igen. Szóval az van, hogy ugye beszéltük, hogy sérült volt az autó, amiből kifolyólag a kárpitokkal gondolkodtak, és az éleskezű szerelő barátom észrevette, hogy kilógott egy felirat a kipufogó csonk alól. Várjál, kipufogó csonk alól kilógott egy felirat. Mutatnám, hogy itt van. Így néz ki amúgy. A hátsó dob, igen. Ez a hátsó dob. Ugye ott van a két kis elektromodulátor. Ez a sport, sport sound. Ebben benne van a gyárilag ez a kipfogó megkerülő szelep. Mutassuk meg, mert ilyet még nem láttak sokan. Így működik. Benn van egy kis kapcsoló, és akkor a vákum nyitja, zárja ezeket a kis szelepeket. És akkor lesz egy ilyen kicsit ércesebb hangja. No de! Elég drága extra egyébként. Hát szóval azért így látni, hogyha itt is most már letörölték a kollégáim. Kicsit kormos volt. Kifúj ez mindenhol. És ugye az volt az első észrevétel, hogy ez a két vég ugye nem úgy állt az autón. Az egyik beljebb volt, a másik kijebb volt. Most ennek is oka van. Azért kellett ezt így mind-mind-mind szétszedni, mert ha ide jövünk, ezt a felirat darabot látom. Várjál, ne, azt okay. Mondjuk el, ez elején kezdődik. Szóval ez a jobb oldali kipfogócsonk. Ugye egy hathengeres boxermotorról beszélünk. Így van. Azért néz ki így. Ami a katalizátorral, ugye? Meg egész tiszta a katalizátor. Igen, most az itt is lehet látni, hogy azért van itt minden, mert ez a háromszög tömítés, ez már elméletileg nem lenne alatta, így néz ki a gyári. Ez ott tök jó. Hát ez a klingerit, ez nem annyira. Ez nem. Na most ennek... Ott a klingerit. Ez igen. Nem gyári megmondás. Nem. Ki kell vágni klingeritből, ezt tudjuk. Hát vagy újságpapír, vagy nem tudom mi volt. Na most ebben a csonkkal ez így nagyon szép. Várj, ez mennyi forint? Hát az nem tudom, 2000 forint, 3. Hát ez nem szóval nem ér annyit baszakodni a klingerittel, amennyi megvenni. De megvan az oka, hogy miért volt a igen? Tuk-tuk szerelő, a turbános tuk-tuk szerelő. És nem tudom, hogy mennyire jön át a videón, de hogyha ebbe így belenézünk, ez a felület eleve nem egyenes, és itt a három csőcsonk... Hát nagyon nem. A három csőcsonknak van egy ilyen kis szög elhajlása, ami abból adódik, hogy ez valószínűleg, amikor a balesetből adódóan, ez elnyekkent ez a kis csonkocska. És így ránézésre ez egy gyönyörű bontott kifogó csonk, de egyébként nem ér szart se. Mert ezt úgy tudta megoldani a bácsi, hogy volt egy gyári tömítése, mutatom, szép, 8500 forint. Ez már kicsit vékonynak tűnik. Hát ez egy dolog, igen, össze van esve. Itt van hozzá, amit mi vettünk. Ugye, egy szép, ez így néz ki. Ez nem ez tömítés. Mennyibe kerül? 8500 forint. 8500 forint, igen. És most jön a lényeg. És akkor jött a tuti, az ötlet, hogy Abdul hátra szaladt, és a, nézzétek csak, 50-40 szadó atomik olajat használnak. Kipattintott egy ilyen gyári tömítést, még pluszba. Átrajzolta, vette a fáradtságot? Igen, szerintem kifurogatta, mert hogy ez ilyen recés, vagy nem tudom. De nagyon jó. Lemezollóval kivágta. Hát lehet, de nagyon, nagyon, nézd meg. Hát figyelj. És ennyi. Szad olajból. Mert így már megvan a vastagság. Igen, így sem sikerült, mint látjuk. Nem sikerült azért a tömítést megoldani, de legalább ez lógott ki alóla. És néztük, hogy van valami felirat van a tömítésen, mondom, ez vicces lehet. És hát ugye most már mindennek oka van alapon, azért kiderült, hogy miért volt ez az egész így megoldva. De egyébként a tulaj azon kívül, hogy a könnyeit törölgeti, már beszerzett két övet, meg egy ülést, úgyhogy az meg lesz oldva. Hát most ezzel kell még meg kitalálni. Jó hírekről is számoljunk be. Hát figyelj, a tetőkárpit kész van. Fel is van téve? Még nincs, mert hát még szét kell szedni az ülést, és addig lehet, hogy nem tesszük fel. Hol van a tetőkárpit? Fönn az irodámban, de meg tudjuk mutatni. Mindig át tudjuk megmutatni. Azt itt csináltátok már Magyarországon? Igen, ezt a barakárpit csináltam. Ja, hogy a Laci csinálta, akkor jó. Laci csinálták, és... Jó lett? Tökéletes lett. Őket tudom ajánlani bármire. Úgyhogy tulajdonképpen most az történik, hogy ha megoldódik egy hiba, akkor előjön kettő. Hát nem hiba,
Mert ez nem az autó hibája, hogy taknyolva van. Nem, ezt össze lehetett volna rakni annak idején, mikor ők ezt csinálták. De itt nem tudom. Mutatok mást, figyelj. Még egyszer megmutatom. Ott van. 8000 forint, 3 munkaóra. Igen, és akkor izé. És akkor lett egy hullámos csonkod. Párás volt a hátsó lámpa. Hát, hogy mondjam, hát ennek is oka van. Ott be tudunk nézni a LED lámpába, ott végig. Aha, hát igen. Ez is érkezik egy másik, és akkor nem lesz párás. Hát nézd, nem tudom, szóval tulajdonképpen belső kárpit, az úgy összeáll, azért nyomtalanul nem lehet eltüntetni, ami ott történt. Mutassuk meg, hogy mi történik akkor, amikor rosszul teszik fel az oldalkárpitot, és nem veszik a fáradtságot, hogy megnézzék. Az még múltkor itt volt letéve. Igen, de most az fönt van, úgyhogy a tetőkárpittal együtt megmutatjuk. Megmutatjuk. Az, hogy mi történt, igen, az rekonstruálni lehet tiszta, olyan, mint a nyomozók a CSI. De tulajdonképpen... Melyik oldala volt ütve? Jobb oldala. Ez. Aha. De nem annyira vészesen. Nem, nincs gond. Meg látni, hogy helyre lett állítva. Csak ezek az apró dolgok, amik már úgymond pénzbe kerülnek, hogy tökéletes legyen. A baszakodásra nem volt ideig. Igen, azért azt így megjegyzem, hogy tehát ez a doboz, ez alatt van a két légszűrő betét, ami cseréjéhez le kell venni a hátsó lökállító. Csak ennyi. Tehát, hogy egyébként itt van benne a két betét. És itt ezeket oldod, a torxokat, és akkor és teszed bele? És itt az egész lökhárítót. Lámpák lökhárítok ki. Ott azt, igen. Egy légszűrő cseréhez. Igen. Hát ez ennyi. Jó. Itt vannak a kis elektromos felfüggesztés. Hát azért mondjuk... Az aktív motortartóbak? Igen. Amit ugye itt látjuk, hogy azért, hogy mondjam. Aha, van rajta kötegelő. Ez se Porsche kötegelő, hogy így fogalmazok csinálni. Szegény autó, nem baj, majd itt jobb hely lesz. Na menjünk fel az irodába, nézzük meg azt, ami jó. Jó, illetve mindjárt újra jelentkezünk. Igen. Zoltán bőszen pakol, azt mondta, hogy ne indítsa még el a felvételt. Jajjajjaj, mert milyen iroda már ez? Hát mi legyen benne? Mit szeretnétek? Baba Pelenka. Jó, most eltetted a Maserati bizbaszt. Jó, az ott egy Maserati bizbaszt, de ez is Maserati bizbaszt, de várjál, akkor tessék. Nézd, a Porsche alatt ott a Maserati bizbasz. Az egy Quattroporte 4-esnek a klímavezérlő panelje. Nagyon jó. No, hát ugye itt van a 911-esnek a bal hátsó oldalkárpitja. Jobb hátsó. Jobb hátsó, igen. Ahol ugye az történt, hogy ezt a kárpitot, amikor leszedik, fordítsuk meg, akkor visszarakáskor, jól látszik már a nyoma, visszarakáskor, föntről bele kell engedni. Igen, ilyen kis kampók vannak. Hát igen. Így mutatom. Aha. Így, itt vannak a kis kampók. Na most, amikor a sok kis kampóból egy nem akad a helyére, de Abdul azt hiszi, hogy ami nem megy F-erővel, az már megy két F-erővel, akkor ő bizony berakja azt a kárpitot Mohamed szakállára, és... Kijön itt. És ez már egy javított verzió. Kijön ott. De itt ez egy jó egy centis kitüremkedés volt, ugye, mert Abdul olyat rárugott a kárpitra, hogy ez a fülecske letört, és kijött a túloldalon. Ugye ez is vissza lett itt műanyagozva, aztán majd meglátjuk, hogy úgy megrakni, megcsinálni, hogy azért ez minden simább legyen. A valóbani megoldás az, hogy ezt újra kell bőrözni. Tehát ezt ki kell innen szedni ezt a műanyagfület, teljesen kimianyagozni, síkra csiszolni, és akkor az egészet újra bőrözni, Porsche bőrrel. Így van, hát olyan megvan hát a Lacina. Igen, ez egy 100 000-től ez az elem. Ennyit mondtak rá. Gyári, új? Nem. A maga. Mert Porsche bőrrel. Ja, tényleg. És a Porsche bőrről annyit mondott a Bara Laci, hogy ezt elemi erővel sem lehet letépni róla, tehát olyan szinten rá van ragasztva, hogy az brutális. Akkor a ragasztója jó. Igen, meg a bőr. Igen, és hát itt van az Alcantara tetőkárpit, amit a Laciék csináltak. Gyönyörű lett tényleg. Na hát ez most nem tudom, mennyi látszik belőle, ugye itt most vissza rá minden helyezve. Nagyon szép. Mutatok egy érdekességet, hogy ugye ez az autó ott volt a messzi keleten. Nézzétek csak, milyen szép kis, itt láttam én egy kis feliratot, és meg itt van Made in Poland. Na? Lengyelországban gyártják a tetőkárpitot. Így van. Mennyi sok? Ezt az elemet.
Mennyi sokat utazott ez a kis elemecske így a földön? Míg Lengyelországból eljutott. Lengyelországból a Zuffenhausenbe, vagy nem tudom, honra kell köszön, bocsánat. Hát ezt ide így föllúgatjuk, és aztán megy a helyére. No, hát folytatjuk. Maradjuk. Jó, igen, bocs az irodáért, de hát itt van egy 325 kupé BMW-nek az eleje. Épül össze a másik műhelyben. Hát irodá. Egy kis Maserati, ez egy 750-es BMW-nek a teteje. Ezt is most kaptam vissza a Baralacitól, ez újra lett kárpitozva. Erre az Instánkon egy némi bővebb info is van, de... Ó, és akkor egy kis reklám is bele! Pici! Ravko! Így csinálom, jó MTV-re, összesen tudod! Csörög a jogdíj! Az. Na, jók legyetek, folytatjuk, követjük tovább a kis Porsche föltámadását. Itt az Autóbudánál. Üdv mindenkinek! Sziasztok! Póland.